Kedves ibolyvalagi testvéreink, kedves polgármester úr, kedves Borsóperényi hívek! Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket a mai napon, községünk templomában. Az itt jelenlévők közül is bizonyára sokan tudják, hogy a szlovákiai ibolyvalog községünk testvértelepülése. A testvérkapcsolat alapító okiratát 2007. augusztusában a Borsóperényben megrendezett testvértelepülő találkozóján írtuk alá. Mi is a testvérkapcsolat lényege? Úgy, mint egy családban, a testvérek szeretetben, egyetértésben, egymást segítve, egymástól tanulva, együtt örülve érzik jól magukat. Ibolyvalog és Borsóperény hasonló célokat küzdött ki maga elé. Az első fő szempont az volt, hogy mind a két község magyar anyanyelvű, közös a történelmünk, és így hasonló a lelkületünk is. Szeretnénk megismerni egymást településeit, a kialakult helyi szokásokat, a helyi történelmét, kulturális életét. A mai fellépés is ezt a célt szolgálja. Én már hallottam, de hisz Önök is most a szentmisén, a fellépő Szent Róna kórus, és úgy éreztem, hogy meg kell hívni őket Borsóperénybe, hogy mindannyian megcsodálhassuk Isten adta tehetségüket. Csak érdekességként említeném meg, hogy fiatal karnagyuk a budapesti központi szemináriumban végezte a kántorképzőt, ugyanott, ahol én, csak ő néhány évvel később. A mai utáni előadás is egy lehetőség arra, hogy közelebb kerülhessünk egymáshoz. Szeretném megköszönni Ményájuknak, hogy a rossz idő ellenére is eljöttek hozzá. Kedves vendégeim, tisztelt polgármester úr, érezzék jól magukat Borsóperényben. Legyen minél gyakoribb a találkozás, hogy tényleg testvérként békében és szeretetben tehessünk boldogabbá ezt a rövid életünket. Isten hozta Ményájuk. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntök én is minden kedves jelenlévő Szent Korona kórus karácsony koncertjén. Ma Vízkereszt szép ünnepén mi is útra kerülünk a három napkeleti bölcsel, és ellátogatunk a gyermek Jézus jászlához, hogy énekeinkkel hódoljuk az Isteni gyermekeinket. Képzeletben Betlehembe megyünk, ahol megtaláljuk Máriát, Józsefet, és a jászolban tettünk kisgyereket. Az útnak indulás mindig lépés a biztosból a bizonytalanba. De ahogyan a három bölcset egy fényes csillag vezette az úton, úgy vezet most minket is hitünk fénye. Hangversenyünket Franz Schubert Sanctus című művével kezdjük, mely a karácsony szent békéjét és örömét sugározza. Ezt követi Liszt Ferenc Ave Máriája, majd koncertünk első szakaszát Sir John Steiner, a First Novel című műve zárja. Hangszeren kísér, szócerkő, vezényel, mondjuk.